Fél videót láttam róla. Hát durván én is egyet láttam. Amúgy kicsit overkill-nek tartom, mert szerintem ez pont az a játékmód, amire két-három ember elég lett volna. Hát én még nem voltam benne, vagy nem mondom. Ez a fogalmas is mit hozzak. Hát én sem tudom, hogy mit kell hozni. Na, tudom, már tudom, mit hozok. Ennyi, minél több nem kell. És mindjárt lenuboznak, hogy OMG, extra tankot hozol. Ja. Amikor csak ölni kell. Ja. Mindegy. Nem tudják, hogy ez DPS-i még. Ja. És hogy hall a CZ, a Witcher 3, sztoriról? Elején vagyok még. Elején. Hát igazából 11-es szintű vagyok. Én mindig az első helyszínen mászkálok össze-vissza. Egyszerűen annyi sok ilyen plusz mellékkövetés, kicsi, akármi dótakem van, hogy szerintem egy 3 hónapig egyfolytában játszik el, akkor sem ennyi még a játékban. Minden egyes apró cuccok lenne. Az első terület az melyik? Mert én addig jutottam, hogy kijöttem a... Hát igazából nem sokáig kijöttem az első alaphelyről, és akkor elmentem az ilyen mocsáros, ilyen kocsmás helyiségig, ilyen zivesfás. Hát az még szerintem prológus, Hát szerintem azt vége. hiszem. Mert én voltam, az valami velennek hívják, ha tudom. Hát ott még izével vagy, nem? A másik kicserrel. Az a idősebb Ja, haszonyás. igen, még együtt lovagoltunk. Na igen, az még az elején. Én utána aló részem vagyok. Na, az biztos kinyírják ezt a csávot, hogy valami. Ez azért volt a Ez ilyen régi játékos feeling, hogy úgyis mindegy. veszemére. Ja. Jézus, amit szoktam én ennek venni? Nem tudom, de most Clash-be vagyunk, úgyhogy itt nem szabad azt venni. Ajjaj, náluk is megy Ymir. De itt Blinket egyáltalán nem, mint hogy mit kell. Menjünk balra, ez a biztos. Ja. Nem néz ki rosszul ez a pálya. Elég snassz ez a pálya. Nincs annyi árnyék, persze nem bánom, meg ilyes hülyeség. Ah, nem. Jól, hogy néz ki ez a madár. Basszus. Na, visszalépek, ezt meg is hall valaki, mert szép mondjuk. Még alapból Smite az nincs rég Smite azt mondom. Én is csatoltam a saját szoftvereket is. Ők meg őket megint valahol. Amit is megvan. Nincs még stunom. Ugatok innyi. És az a kisgyerek miért halt meg, hallod? Már hangos az emelet. Jobból a tűnök imírék fel hátulja. Ki kell menni. Látom. Van. Vagy hát, aki velem kusolna. Új, bal oldalt három. Még az fura koncepció, hogy a két lénynél közel van egymáshoz. Tényleg, hogy gank, hát ez minden másodpercben van. Nem bossz ez. Gyere, jobban segítsünk neki. Elugodt. Elég van, mit segítsünk neki. Ez pont összefordulsz. Nem talált el. CD-n vagyok. Az időttem is kívül. Azt a vetőre. Fus, 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 Ha összemegyek gyorsan. Jó, édesem. Ez az a pálya, hűt. Hát, elég érdekes. Egyelőre még nekem a Smite-hoz kell hozzászoknom egyáltalán, lehet, hogy nem az új pályával kellett volna kezdeni egyből.
Ezt láttad? Nem, pont nem. Itt vagyok a szikla mögött. Ritkáltam. Akkor itt az történt, hogy... Igen? Mondjam, tudok dodge-okni. Szóval az történt, hogy épp ki akartam szállni, hogy három ember állt előttem, nyomtam a stunt, megnyomtam, mire előre hajolt, elnyomt a spell, volt az animációja, hopp, aztán nyomott valamit a szerkezet, és így teljesen ignorált az én spellemet a játék, és aztán valami stunba kerültem, és... Ja. Yeah. Viszont szóval nem került CD-be a spell, tehát aztán visszament. Tehát én már egy másodperc elkasztoltam, miután a stunba kerültem, és így interaktoltam. Olyan szinten prioritásban részesítettem a másik játékost, hogy lefőnök. Ja. Szerintem egyébként, hogy nehogy viszonylag sok a casting time, a szinte összes spellnek ebben a játékban. Ja, igen, ez nem volt. Tehát amin... Tehát nincsen instant spell. Vagyik meg én? Jó. Visszamegyek meg a csinálni. Meg a jutulat valakára. Jó, még van új tűnés igazából. Na, ne. Így egy pálya, ahol van értelme ezt elmondani. Milyen ultipontok ezek? Elcsolom őket, gyertek! Hát védőn. Rá tudom most pusholni. Nem hagyjátok neki. Na így főleg. Nagyra átlőjünk. Figyeljünk össze. Az Isten itt neki. Van, hogy nulla HP vala hülye. Ez, levadáztam. Anubisnak az a hátránya, hogy nagyon sokat sebeznek a spelljei, de egyszerűen olyan cooldown van rajtuk, hogy ez azóta háromszor elmenek összes elmesség. Ja, hát az nem szed már érjön, mert a is. Ja, csak érted, hogyha egyet megadok és jön a másik, akkor várni kell. Ez ilyen single target, nagy ész. Mondjuk ott van egy hebóval a szemben, akinek ilyen egy szek CD-s tejjei vannak. Ja. Ugyanúgy területi persze, szóval. Annyit azért nem sebez, de ha az, hogyha a DPS-ét nézzük, akkor sem annyit sebez. Most megint visszaadták a... Na mindig. Ma vettem egy Kronos Pennest, úgyhogy most már ebből szállítom. A kurva istét megjöttetek itt. Vagy valami hacket nyomott. Mi ki? Ja, volt neki great meditation, hogy meg beszeret. Ja. Mi van itt? Lol. Ez szép ki volt. Az ezért volt az a Fury is valami. A nullnál is hülye jobb oldal. Mert ezt megölöm, ez becsületbe lép. Na tiéd. mi volt ez? Na, ez tényleg hülye volt, nulla HP alatt maradt. Na jobb oldalt tornyok már szét kéne verni. Én szerintem meg tankoljam, nem biztos. Na, hogy meg a minyanak. Téged, de a mindegy, most már szét vagyok.
Mindegy. A bal oldalt. Na, várjuk szétjöket. Nem kársabra. Jó, hogy mindenki oli egymást, és tornyak a sekkén a fogalmat. Ja. Megyek oldalokat. Ezt a levadásztam. Na, ez tényleg kárs volt. Ez is kárs volt. Hagytam meg tudom, hogy lehettem volna. Ők meg ügynek hátul. Ezt nem úgy hívják, hogy ULR, hanem ez UKSR. UKSR. Áááá, nem jött össze. Kárs. Egyszer valakire úgy akartam nyomni. Eléred? Így biztos. Milyen kár, double kárs volt ezt? Ez az OLR minket követ, és nézi, mikor tud kársálni. A viccen kívül. De megint, ott volt alatta a spell, nem az... Na jó. Kárs like. Kárs side. Kárs side a legjobb. Egyetlen dolog, amit arra a térképen, hogy míg konkrétan a térkép nézetten ilyen bukros erdősnek mutatja a középső részeket, kívülről néhol ilyen fal, tehát ilyen egyenes, vízszintes fal, függőleges fal. Csak néha megtévesztő, mert ezeken a izéken bukros lószorokon át lehet átmenni, a falon olyan térképből, térképhez nem arra ad utalni, mint ami ott van valójában. Itt a szép részek. Még egyszer ja, szerintem olyan előnyünk van, hogy simán be kéne verni őket. Ja, átvittem jobb Jöttük meg a helyes főnökszék. Helyes főnökszék. A kezdőhely vagy? Nem tudjuk, hogy ez nem volt. Az a kezdőhely, én is nézem. Bárja, még nem tudjuk, hogy a világ elmenni. Itt meg a titán? Szakták a titánt. Az is titán, a régi. Baloldat szépen. Ez a... Ez szép bíz volt barátom. Stein. Egyez már hátba támadnak. Igen. Na, ezzel nem számoltam, hogy ennyire hárba támadnak. Mit az értem? Nem volt ez a mouse. Jungle buff van ezen a pályán? Ez a három összesen? Szerintem három, ha? De ott van ilyen izé is. Az a Gold Fury, meg az a Fire Giant is van talán. Fire Giant? Az jobb oldalt. Szerintem Fire Giant? Szerintem igen, nézd meg. Nekem úgy gondolom. Ha, tényleg. Itt leláncoltak szerint. Na. Igen. Na. Valóban.
Adj neki. Na ez már megint. Nem tudom, hallottam a kávét. Túl jó. Na jó. Jöjjön meg. Az érdekes volt. Hát ez érdekes, hogy játék volt, én mit tudok mondani. Hát jó. Ja. Fura egyébként. De hogyha öten összévünk, akkor mindig jobb, mint a Conquest. Ja, persze. Szerintem sokkal jobb lenne, nem tudom tényleg, két-három emberrel, mert egy rohadt gyors a játék. Hát öt ember van egy helyen folyamatosan. Ja. Mondjuk a Siege talán ilyen szempontból jobb, mert az pont az optimális mérete van. Ja, ezt valószínűleg ízét így a Widget meg az arénát akarták ötvözni. Aha. Tehát ott belőle. Ja, ja. Nézd. Ez jó, hogy... Na, most néztem mi a Match of the Day, de